Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grész vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Fejlesztések Dombóváron, új sportpálya az Apácai Csere János iskolában. Tűzesetek több helyszínen riasztották a Tolnavármegyei lánglovagokat. Fát ültettek Dalmandon, a legkisebbek kapták a csemetéket. Hova tovább, döntés előtt a 8. osztályosok. Átadták a Tolnavármegyei Szakképzési Centrumhoz tartozó Apácai Csere János Technikum és Kollégium új sportpályáját Dombóváron. A létesítmény a Magyar Kézilabda Szövetség pályázatának köszönhetően valósult meg. Az eseményen köszöntő beszédet mondott Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere és Dömötör Csaba, a szakképzési centrum kancellárja. Új sportpályát adtak át Dombóváron a Tolnavármegyei Szakképzési Centrum Apácai Csere János Technikum és Kollégiumban. A rekordtámborítású létesítmény a diákok és a pedagógusok számára minőségi munkakörülményeket biztosít, mondta Pintér Szilárd, a település polgármestere. Nyilván azt gondolom, hogy ez az intézmény életében nagyon nagy előrelépés, hiszen egy 1000 éves aszfaltos töredezett pálya volt itt. Nyilván ez a rekordtámpálya lassabban készült, mint egy klasszikus műfős pálya, hiszen teljesen más technológiával épül, de azt gondolom, hogyha körülnézünk, megérte a türelmet, hiszen egy olyan szép létesítménnyel bővült a középiskolánk, amelyet remélem, hogy a gyerekek és az ide látogatók nagy örömmel fognak majd használatba venni. A körülbelül 50 millió forint értékű beruházás hosszú folyamat volt, mondta Lőce Tibor, az iskola igazgatója. Első körben a régi pályát kellett ugye félig meddig elbontani, ennek a tetejére került egy betonréteg, amit aztán befettek, körbekerítettek és befettek ezzel az új, nagyon korszerű anyaggal, ami hát sokkal jobb, mint a régi volt értelemszerűen. A mindennapos testnevelés fontos a fiatalok számára, ehhez pedig elengedhetetlenek korszerű sportlétesítmények, mondta Dömötör Csaba, a Tolnavármegyei Szakképzési Centrum kancellárja. Azt gondolom, hogy ez a pálya nyitott a város számára, a városi csapatok számára, a sportolni vágyók számára, mert hogy ezzel is hozzá tudunk járni ahhoz, hogy Dombóvár sikeres legyen. A beszédeket és a szalagátvágást követően kézilabda mérkőzést rendeztek. A Tolnavármegyei rendőrök a napokban állítottak meg az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán egy trélert. Az igazoltatás során kiderült, a teherautó üzemben tartója nem kötött kötelező gépjárműfelelősség biztosítást az autóra. A platón szállított kocsi nem volt megfelelően rögzítve. Ráadásul annak utasterében egy férfi utazott. A sofőr ellen a rakomány nem megfelelő rögzítése miatt eljárás indult. A teherautó üzemben tartójával szemben a biztosítási szerződés hiánya miatt a rakományban utazó férfi ellen pedig az általa elkövetett szabálysértés miatt tettek feljelentést az egyenruhások. Fokozott elővigyázatosságra hívja fel a figyelmet a Tolnavármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, hiszen sok esetben már egy apró szikra is hatalmas lakástűzhöz vezethet. Emellett a héten is számos helyszínre riasztották a lánglovagokat. Több esetben is riasztották a katasztrófavédelem munkatársait. Hosszú hétvégén gyakran hallhattuk a szirénákat Tolnavármegyében, 5 tűzesethez, valamint 16 alkalommal pedig műszaki mentésekhez vonultak egyébként Tolnavármegye tűzoltói. Ebben voltak szabadtéri tüzek is, több esetben egyébként lakóingatlanokban keletkeztek tüzek, itt a tetőszerkezetet érintette egyébként mindkét alkalommal ez az egy-egy tűzeset, jelentős anyagi kárral járt mindkettő, az egyik az Dombóváron a Katona József utcában. A másik eset Nagyszokolyon történt, ahol teljes terjedelmében égett egy vályogfalazatú lakóház tetőszerkezete. A tűzesethez a Tamási önkormányzati és a siófoki hivatásos tűzoltók vonultak, akik vízsugarak és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Személyi sérülés nem történt. Hőgyészen a 65-ös számú főúthoz riasztották
míg Tamási önkormányzati tűzoltóit, ők feszítővágó segítségével szabadították ki az egyik gépjárműnek az utasát, egyébként itt két gépjármű karambolózott. Úgyhogy itt pedig, ami nagyon fontos, hogy mindig az útviszonyra megfelelően közlekedjünk. Nyilván itt most már számításba kell azt venni, hogy bizony korábban sötétedik, illetve az útfelület is adott esetben akár esőzések kapcsolatában nyilván csúszosabbá válhat. A két gépkocsiban összesen hárman utaztak. Minden év októbere a merrák elleni küzdelem hónapja. Kiemelten fontos, hogy tájékozódjunk a betegségről és annak megelőzéséről. Magyarországon az emlőrák a második leggyakrabban diagnosztizált daganatos megbetegedés a nők körében. Évente körülbelül 7-8 ezer új esetet diagnosztizálnak, és a betegek egyharmada bele is hal a betegségbe, esetleg annak szövődményeibe. Az életkor előre haladtával a kockázat is nő, de az esetek 20%-ában 50 éves kor alatt fedezik fel a betegséget. Mint minden betegségnél itt is a korai felismerésen van a hangsúly. Elengedhetetlen a rendszeres, évente történő preventív szűrővizsgálat, általános laborvizsgálatok elvégzése. A kis múzeumok a helyi identitás őrzői, a helytörténet és a művészeti élet lokális információs bázisai, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára. Vince Máté elmondta, ha egy közösségben az előadó művészet már jelen van, működik kulturális központ, megszületik a vágy az ősök munkáját összefoglaló tárgyi emlékek megőrzésére, bemutatására a jövő generáció számára is. Hozzátette, a minisztérium segíti, támogatja a kis múzeumokat, de azoktól úgymond két lépés távolságra van, a fenntartó önkormányzatok felelősek azok működéséért. Fát ültettek a legkisebbeknek Dalmandon. A Tolna vármegyei településen évek óta hagyomány, hogy az itt született gyermekeket szimbolikusan egy új facsemetével ajándékozzák meg. Akad olyan kisgyermekes család, akinek már a második gyermekének a neve is felkerült egy kis táblára a dalmandi csemeteligetben. Kettő gyermekünk van, kettő kislányunk, az egyik egy éves múlott, a másik három éves, minden évben van ilyen hagyomány. A nagyobbik lányunknak, Ninának 2020-ban volt az első csemeteültetése, és a másiknak meg ugye szintén idén, tehát úgy mondom, inkább 2023. Nagyon örülünk neki, hogy ilyesmi hagyomány van a településen. Mi örömmel, boldogsággal jövünk ide. A Tolna vármegyei Dalmandon 2019 óta létezik egy szép hagyomány. Fát ültetnek a településen megszületett babáknak egy kis tábla kíséretében. Ezen a nevük, születési dátumuk szerepel. A csemeteligetet az önkormányzat hozta létre, hasonló módon, mint más településeken. Dalmandon nagyon sok fiatal család költözött, a sok halálozás után minden ingatlanunk elkelt, és így évről évre nőtt a születendő babák száma. Tehát ezt első évben ültettünk 5 csemetét, második évben már 12-t, most ott tartunk már, hogy a tavalyi évben 17 babánk született, azoknak ültettünk a mai nap csemetét. Ezt szülők, nagyszülők, mindenki élvezi, és nagy szeretettel jönnek ki ide a parkba. Most már ahhoz kellett folyamodnunk, hogy megosztjuk a táblát, és egy táblára több név kerül, mivel tovább szeretnénk folytatni ezt a hagyományunkat, hogy ezt elkezdtük 4 évvel ezelőtt, és azt szeretnénk, hogy minden babának itt legyen a neve, aki ezután fog születni. A faültetés és a tábla kihelyezések után vidám hangulattal, közös beszélgetésekkel, játék lehetőséggel telt az idő Dalmandon. Egyre közelebb kerül az ország déli határához az afrikai sertéspest is, amelynek jelenlétét október közepén a Magyarországgal határos horvátországi Eszék Baranya megyében is igazolták a házi sertés állományokban, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Felidézték, hogy a betegség idén nyáron jelent meg Horvátországban, ahol a fertőzött állatok száma meghaladta a 20 000-et. A járvány kezdetben Horvátország Szerbiával és Bosznia-Hercegovinával határos területeit érintette, majd robbanásszerűen elterjedt. Október közepén már Eszék Baranya megyében is azonosították a vírust. Kiemelték, a Magyar Állategészségügyi Hatóság továbbra is fenntartja a megerősített járványvédelmi intézkedéseket,
intézkedéseket annak érdekében, hogy minimalizálja a betegség behurcolásának kockázatát. Bár a nyári élénk turisztikai forgalom csökkent, a Horvátországba látogató magyar lakosság részéről továbbra is elengedhetetlen a fokozott óvatosság. Izgalmas időszak az ősz a 8. osztályos általános iskolások számára, hiszen sokan ezekben a hónapokban döntik el, jövőre hol kezdjék meg középiskolai tanulmányaikat. Az intézmények igyekeznek megkönnyíteni a választást azzal, hogy nyílt napokon és szakmabemutatókkal várják a tanulókat. A Tolna vármegyei szakképzési centrum Ady Endre Technikum és Kollégium ebben az évben közel 20 féle különböző szakmával várja az érdeklődő diákokat. A jövő tanévben, a 2004-2005-ös tanévben ezeket viszi tovább. Új szakma most nem fog megjelenni, hiszen már eddig is olyan széles volt a szakmakínálat, és a lehető legmodernebb szakmákat és technikákat igyekeztünk beemelni a képzésbe, hogy ez jelenleg megállja a helyét a 21. században. Ami nagyon fontos, hogy igyekszünk a munkaerőpiacnak az igényeit kiszolgálni. Folyamatosan egyeztetünk a kamarával, folyamatosan egyeztetünk a munkáltatókkal azzal kapcsolatban, hogy milyen munkaerőre van szükségük. Milyen képzettségű, milyen szintű, illetve milyen elvárásokat támasztanak a munkavállalóikkal szemben. Juhász Gábor hozzátette, ehhez alkalmazkodva hirdették meg a következő tanévre a képzéseiket, melyben az ide érkező nyolcadikosok technikumban vagy szakképző iskolában tudják folytatni tanulmányaikat. A technikumban a jelentkezők tudnak választani 7 féle ágazatból, a szakképző iskolában pedig 4 féle ágazatból tudnak választani. Ez összességében 8 ágazatot jelent az iskolában. Mik is ezek az ágazatok? Gépészet, informatika és távközlés, elektronika és elektrotechnika, szépészet, honvédelem, rendészet és közszolgálat ágazatokból, specializált gép és járműgyártás ágazatból választanak a technikusok. A szakképző iskolában elektronika és elektrotechnika, gépészet vagy specializált gép és járműgyártás, illetve építőipar ágazatból választhatnak az ide jelentkező tanulók. Regionális híreink következnek. Robbantással fenyegetőzött egy nő Pécsen, végül a mentő vitt el. Debreceni László emlékverseny a pécsi 56-os eseményeket, hősöket idézik fel. Fizetési nehézség és adótartozás, kérelmet nyújthatnak be a cégek, szervezetek a NAV-hoz. Robbantással fenyegetőzött egy középkorú nő az elmúlt napokban, saját magával akart végezni Pécsen a Megyeri tér és a József Attila utca sarkán lévő 10 emeletesben lakó asszony. Az épülethez riasztották a rendőrséget, a katasztrófavédelmet, a tűzoltókat és a mentőket is. Egy lakóházat kiürítettek, a lakók az utcán várták, mikor tudnak visszamenni otthonukba. Ez azonban mintegy 5 óra hosszat tartott, ugyanis vasárnap délután 5 órától este 10 óráig tartott a hatóság beavatkozása az önmagát, illetve a lakását felrobbantani akaró nő esetében. Az ügy közveszélyeztetés miatt a rendőrséghez került. A rendőrségre késő délután kora este érkezett bejelentés arról, hogy az egyik pécsi társasházban egy nő a lakásának a felrobbantásával fenyegetőzik. A gázszolgáltató munkatársai az épületben elzárták a gázt, hogy robbanás ne következhessen be. Kollégáim időközben kiürítették az épületet, majd a terrorelhárítási központ műveleti egységeinek segítségével bejutottak a lakásba. Ott intézkedés alá vonták a nőt, majd átadták őt a mentőszolgálat munkatársainak, akik kórházba vitték. Ellene közveszéllyel fenyegetés gyanúja miatt indult büntetőeljárás a pécsi rendőrkapitányságon. A helyszíni intézkedéseket követően minden lakó visszatérhetett késő este az otthonába. A körülmények tisztázása folyamatban van. Azok függvényében teszi meg a rendőrség a szükséges intézkedéseket, tette hozzá Popovics Dejan, rendőr alezredes, a Baranya vármegyei főkapitányság szóvivője. Emlékversenyt szerveznek az 56-os eseményekről Pécsen. Erről beszélte a városi Fidesz frakció vezetője október 23-án. A nemrég elhunyt pécsi hős Debreceni László nevét viseli majd az esemény. Az idei szabadság díjas Weinhardt Béla szerint egy jó kezdeményezésről van szó, hiszen a mai fiatalok keveset tudnak az akkori eseményekről.
Nagyon fontosnak tartja, hogy a pécsi fiatalokat is megszólítsák a maguk nyelvén 56 üzenetével, erről is beszélt a pécsi Fidesz frakció vezetője október 23-ai ünnepi beszédében. Ezért fogadta örömmel Csizmadia Péter, hogy középiskolásoknak szóló emlékverseny szerveződik az 56-os forradalom és szabadságharc témájában, debreceni Lászlóról elnevezve. A debreceni Lászlóhoz kötődtem, mert ugye 56-ban benne volt az eseményekben bőven, amiért 3-6 hónapra ítélték, és ő alakította meg Pécset a Debreceni, dr. Debreceni László és dr. Péter Károly alakították meg ketten a diákparlamentet. Mondta a versennyel kapcsolatban az idei szabadságdíj tulajdonosa, a 90 éves Meinhard Béla. A megtorlás éveiben őt is elítélték a forradalom idején tanúsított magatartásáért. Azt mondja, méltó nevet találtak a pécsi 56-os emlékverseny szervezői. Jónak tartom, mert nagyon rendes ember volt, és nagyon összefogta 30 éven keresztül az 56-osokat, minden rendezvényt, mindent őt, ő intézett mindent, és hát hiányzik nekünk. Weinhard Béla szerint nehéz ma átadni 56 örökségét, hiszen a fiatalok alig hallanak valamit a forradalomról és a szabadságunkért küzdőkről az iskolákban. Nem sokat tudnak róluk, a könyvekben nem jelent meg 30 éven keresztül, csak rendszerváltás után, de hát nem jó a helyzet, mert nem kötelező tananyag az iskolákban, hogy 56-ról beszéljenek. Nincs, nem kell belőle vizsgát tenni, vagy hogy mondjam, vagy osztályzatot nem kap érte, de nem szidják, de kérdezgetik tőlem is, hogy hogy volt, meg mi történt, meg a börtönök érdeklik főleg, hogy az milyen volt a helyzet. Meg vagyunk a fiatalokkal, nincs semmi bajom velük, úgyhogy szerintem mindig jobb lesz az érzésem. Egyébként Weinhard Bélát azzal vádolták, hogy a népi demokratikus rendszer elleni izgatással egy ávós halálát akarta elérni, illetve hogy ennek az államvédelmisnek elvette a gépfegyverét a pécsi Uránia mozinál kialakult tömegben 1956. november 4-én. A vádak és a tanúk is hamisak voltak. Ennek ellenére a koncepciós perben végül 3,5 év fegyházra ítélték 1959-ben Pécsen. Átmeneti fizetési nehézség előfordulhat a gazdálkodóknál is, ekkor jöhet jól az adóhivatal kedvezménye, amit kérelmezhetnek a cégek, szervezetek. Erről beszélte a Baranyai NAV sajtóreferense stábunknak. Azonban a kedvezmény igénybevételének feltételei vannak, ezeket pedig teljesíteni kell, mondja a szakember. A gazdálkodók átmeneti fizetési nehézségeire is nyújt megoldást a NAV, erről beszélt az adóhivatal Baranyai sajtóreferense. A nem természetes személyekre, vagyis a jogi személyekre vonatkozó kedvezményt a cégek, szervezetek vehetik igénybe. A nem természetes személy kérelmére az adóhivatal évente egyszer, maximum 6 hónapra részletfizetést engedélyezhet, hogyha a tartozása nem haladja meg az 1 millió forintot. Ebben az esetben a benyújtott kérelem illetékmentes. Ez a részletfizetési lehetőség pótlékmentes. A szükséges kérelmet több módon is benyújthatják az érintettek. Elektronikus úton az erre kötelezettek, vagy személyesen, illetve postai úton is elküldhető a kitöltött űrlap. Ezzel kérhető az automatikus részletfizetés. Az adóhivatal ebben az esetben nem vizsgálja azt, hogy a fizetési nehézség felróható-e az adózónak, illetve hogy ez a fizetési nehézség átmeneti jellegű-e. Ez az automatikus részletfizetésnek a lényege. Az automatikus részletfizetésről hozott határozat ellenfellebezésnek helye nincs. Azonban előfordulhat, hogy nem felel meg a feltételeknek a kérelmező, vagyis az 1 millió forint alatti tartozásnak, vagy az adott évben már kért ilyen kedvezményt, illetve 6 hónapnál több időt kér a kifizetésre. Ekkor más lehetőség is van, mondja a sajtóreferens. Az adóhivatal a kérelem elbírálásakor a fent említett feltételeket vizsgálja. Abban az esetben, hogyha feltételeknek nem felel meg az adózó, akkor az általános szabályok szerint kérhet fizetési könnyítést. A hivatal honlapján elérhető a 30.1. információs füzet, amelyben az összes részletfizetési, méltányosság, illetve halasztási lehetőségről olvashat az adózó.
Ha mégis megfelel a feltételeknek az automatikus részletfizetéshez a kérelmező, akkor figyelnie kell a részletfizetési határidő betartására. Ugyanis ha késve fizet, akkor a kedvezmény érvényét veszti, és a teljes adótartozást kell megfizetnie egy összegben. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit, még egyszer röviden. Fejlesztések Dombóváron, új sportpálya az Apácai Csere János iskolában. Tűzesetek, több helyszínen riasztották a Tolna vármegyei lánglovagokat. Fát ültettek Dalmandon, a legkisebbek kapták a csemetéket. Hova tovább, döntés előtt a 8. osztályosok. Csütörtökön folytatódik a felhős időjárás, de a nap folyamán néhol átmenetileg előbújhat a nap, elszórtan záporok is kialakulnak. A déli és keleti megyékben továbbra is élénk, másút mérsékelt dél-délnyugati szél fog fújni. Éjszaka egyre több felé kell számítani jelentős mennyiségű esőre. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!